there's a macsa teás, húsz torta, gyümölcse. Aha, de miért mondtad, hogy ezt nem csak ezik, isszák is? Hát ez a teás. Jó, teás. Jó, értem. Aha. Szóval igazán meg. De ez a macsa tea az micsoda? Mi az a macsa? Hát az egy zöld tea. Zöld tea, amivel színezve vannak is. Tudtátok, hogy macsa tea nem csak eszik, vagy nem csak isszák? Ez egy igazán különleges torta. Macsatea. Én nem hallottam még róla, de a fókuszt azt kikapcsoltam, most már bekapcsolod, most már így jó lesz. Szóval, hogyha kedvet támad valakinek macsateázni vagy macsateás süteményt enni, akkor itt a Makóna Glorious-szal szemben a Kugler cukrászdába. Itt meg tudjátok találni. Néhány... Néhány jótok nem érti, hogy miért csak ennyi feliratkozón van, mint amennyi most per pillanat van. Ha jól emlékszem, akkor 446 eddig a percig. Ha csak valaki nem iratkozott közben, vagy attól függ, hogy mikor nézed ezt a videót, mert hogyha egy év múlva nézed a videót, akkor már lehet, hogy több. De az is lehet, hogy kevesebb. Ez egy picit bonyolultabb, ennek rengeteg oka lehet. Az egyik ok talán lehet az, hogy nem annyira jók a videók, nem lopom be magamat az emberek szívébe valamiért, ez is benne van a pakliban. Akkor tud jól fejlődni egy csatorna, akkor tudsz feliratkozókat szerezni, ha el tudod érni azt a célközönséget, akit meg akarsz szólítani. Na most ez a legnehezebb az egész YouTube-ozásban, hogy elérd azt a tömeget, azt az embert, akinek a videód azt tetszik. Van egy fiatal lány, aki Japánban tanul, a neve Horváth Lilla, ide belinkelem a YouTube csatornáját. Ő azt hiszem, hogy 4 vagy 5 videója van fent eddig, és több mint 25 ezeren követik. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy megemlítették a nevét, azt hiszem a HVG-n van róla egy cikk, és hát ugye Magyarorsi Csaba, amikor kint volt Japánban, akkor ez a kislány vezette körbe, illetve mutatta meg a város nevezetességeit. Szóval azért mondom, hogyha felkap a média, vagy van egy kis reklámod, akkor igazából pár nap alatt, nem kell egy hét se, és tömegeket tudsz bevonzani a csatornádra. Normális, jó minőségű tartalmat kell ám gyártani, mert hiába jön 2 éjszaka alatt, vagy 2-3 nap alatt több 10 000, 20 000 feliratkozó, azokat ki kell szolgálni megfelelő tartalommal. És nem elég csak megszerezni a feliratkozókat, hiszen a feliratkozók azok le is tudnak iratkozni. Ja, egyébként érdekes, mert van egy videóm, amit több mint 35 ezeren néztek meg. Nem 35 ezeren, hanem 35 ezerszer. És ez az egyetlen egy videó, az hozott több mint 200 feliratkozót. Ez az egyetlen egy videó, amire azt mondom, hogy annyira nem is jól sikerült. Tomi, úgy nézek, mint egy üzletember. Hi. Eperbe utazol? Egyébként igen. Annyit szeretnék még elmondani, hogy elképzelhető, hogy lesznek olyan videók a csatornán, ami nem kimondottan a vlogba fognak belekerülni, illetve nem fog belekerülni a vlogba, hanem egy külön lejátszási listát fogok létrehozni ezeknek a videóknak. Tudjatok róla, hogyha esetleg egy nap egynél több videó fog föltöltődni a YouTube csatornára, akkor az nem egy újabb vlog lesz, hanem valami teljesen más. Most viszont úton vagyunk a moziba, mivel ideért Makóra is hozzánk az új Karib-tenger kalóza film, úgyhogy ezt muszáj megnézni. Utána természetesen mondok róla egy-két szót, na most ne várjatok teljes filmkritikát, mert abban én nem vagyok otthon. Az egy szarabacska autócska volt, szóval ne várjatok nagy filmkritikát, mert azt nem fogok mondani.
az, hogy a kamerát hol fogom még rakni a moziba, vagy be, igazából nem lehet bevinni a moziba, de valahogy majd megoldom, hogy a kamera kint maradjon, nehogy aztán a böribe elvigyenek. Hát vége a filmnek, srácok. Azt kell mondjam, hogy nagyon, de nagyon tuti jóra sikeredett. Hát azok, akik eleve szeretik a Karib-tenger kalózait, azok tuti, hogy nem fognak benne csalódni. Ha elmentek, akkor olyan filmet fogtok látni, ami tele van speckós effektekkel, izgalmas, és lehet rajta sokat nevetni is természetesen, mint ahogy megszokhattátok a Karib-tenger kalózai filmeken. Azt kell mondjam, hogy nem egy kidobott pénz, ha rászállod magad és elmész egy moziba. De most már nagyon későre jár, úgyhogy... Mi bajod van a nyilvános WC-vel? Fizetős! Itt a vége. Sziasztok! Gyors napszemüveg, teszt. 1, 2, 3, 4. Egyébként azért jó a napszemüveg, mert ha nézem ezt a kis kijelzőt itt oldalról, nem látjátok a szememet, mert egyébként oda beszélek a kijelzővel, nem pedig ide. És hogyha rajtam van, akkor meg úgy néz ki, mint hogyha belenéznék. Sőt, nem néz ki sehogy, mert nem látjátok a szememet.